Na, sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit Cinkotáról. És az apropó, ami miatt ide kijöttem, az a hívpótló járatok Cinkota és Kelepes között. Csak és kizárólag Ikarus buszokkal, mert az Ostoros utcai átjárón csak ők tudnak átjönni, tehát itt alacsonypadlós busz nem tudnak küldeni. Ezért most Volán busz csinálja a pótlás, csak Ikarusok vannak. A rendőr gyilkosság kőbányát, még Krisztián elkapták! És itt látható a forgalmi változás szövegesen is. Csömöl fele rendesen járnak a vonatok, Cinkota meg Kelepes között. Megmennek a pótlóbuszok, és itt indul mindjárt egy szerelvény vissza az Őrsre. És ez már Kerepes, és itt van bizony a szerelvény, amivel az anyagot vitték, és ott kis Tarcsa kórház környékén dolgoznak. Na majd visszafele menet, arra megyek, megnézem, hogy hát ha látszik belőle valami. És itt pedig a Gödöllői tartó szerelvény. Hát eddig érkeznek, és
Úgy gondoltam, hogy ezért több tartalék lesz itt, mert valamikor itt a tárolón ilyenkor több tartalék szerelvény is, hát most nem. Valószínűleg egy-kettő ingázik oda-vissza. Bekészített betonaljak itt vannak. Valószínűleg amiket cserére bekészítettek. És egy kicsivel távolabb vannak a munkagépek, de majd arrafele megyek. És ezt nézzétek, a tényleges munkavégzés itt zajlik. Na ezt nézzétek, hát itt pár sineket is felszedték, úgyhogy biztos nem fog odat jönni egy dolog. És egyébként ott kis talcsa után kim volt a járhatatlan pálya résztávla is. De az aluljáró az működik, azon át lehet menni. És itt is dolgoznak a vágányok, és nézzétek, ez már új vágány. Az ágyazat még nincs elterítve. Itt az alapanyag. Ez pedig egy régi átjáró volt, amit már megszüntettek. De ez már 2009 környékére volt zárva.